Meg tudom szabni a határaimat, és meg is szabom. Ö, viszont a kör, nem a környezetem, mondjuk a társam úgy éli meg, hogy egós vagyok. Nem a magabiztosságot veszi le belőle, hanem az, hogy spirituálisan, egósan viselkedsz. Hogy mi a megoldás, vagy hogy tudom úgy megszabni felé a határokat, hogy ne ez jöjjön le neki, hanem a szeretet és a magabiztosság. Én azt javaslom, hogy üljetek le a konyhaasztalhoz, és mindenki tegye a saját egóját az asztalra. Ugyanis van egy régi történet, egy tudós és egy zenmester, akik már több évtizede ismerték egymást, ismét teáztak, és azt mondta a tudós, eddig csak gyönyörű jelzőkkel illettük egymást, meditáció, tudosság. Most a változatosság kedvéért kezdjük el szidalmazni egymást. És erre azt mondja az emmester, jó, kezdte. Csak a tudós azt mondja, te rizsezsák, te. Te lusta szerzetes, csak enni meg aludni szoktál ebben a kolostorban, azt nem is gyakorolsz. Haszontalan vagy, csak itt egy csomó fiatal szerzetesnek parancsolgatsz itten. Az emmester meghajol, csak szent. Ő kezdje Te butha, te bóthiszatva, te nagyszerű úton járó, te gyakorlók gyöngye. És akkor a tudós azt mondja, hogy aj, 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 hát úgy volt, hogy szidalmazzuk egymást, nem? Erre a az zenmester azt mondja, ja, a lusta disznó lusta disznót lát, a bóthiszatva a bóthiszatvát. Köszönöm, ismertem a történetet az előadásaidból. Örülök. És szóval tessék, alkalmazni. De alkalmazom, és mégis valamit nem jól csinálok, szerintem. Valamit ahol... nem alkalmazom. <laughs> Túl kiméletes vagy. Hát pedig most próbálok igazán erős lenni, és határozott, és szoros. Szerint... Ha próbálsz erős lenni, az lesz az, amire a párod panaszkodik. Én szerencsére ismerem őt, mert eljött <laughs> Azért hozzám. Mondta. És azt tudom neked mondani, hogy egy fantasztikus, szerencsés választással lett ő a párod. Vannak olyan kapuk az ő személyiségen, ahol te úgy tudsz bemenni, hogy semmiféle spiriegó probléma nem keletkezik. Találd meg ezt a kaput. Jó? Egyébként akkor csak egymás egoitásának a kártyapaklia van, és különböző lapjárásaink vannak, néha az egyik nyer, néha a másik. Akkor emeljük az élet tétjét. Nem tessék megtalálni azt a hullámhosszat, ahol te tényleg úgy szólalsz meg, hogy ő azt hallja. Nekem a hűtlenségre adott válaszod egyrészt nagyon tetszett, és felvetett pár kérdést bennem, hogy utólag ki kell elemezni azokat a hibákat, amiket csináltunk, és hogy ez a része nagyon nehéz. A kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy mennyire bízhatok a tisztánlátásomban ilyen szinten, amikor a kapcsolatban is a hibákat nyilván, a tiszt vagy úgy gondolom a tisztánlátás hiánya. Jó a kérdés. Ne az elmével vizsgáld, ugyanis az elmének a dualisztikus funkciói voltak azok, amelyek elhitették veled, hogy neked milyen jó dolgod van, és itt te megengedheted magadnak azt, amit később beláttál, hogy hiba. Tehát a tisztánlátás az itt tényleg a gondolkodás nélküli, akár az érzelmi mintázatok nélküli egyszerű és tiszta tudat. Ezért gyakorlunk, hogy ne ugyanazzal a géppel akard a megoldást keresni, amivel a hibát legyártottad. Hát ugyanez a dualisztikus gépezet alkalmatlan rá. Tele van a saját karmáddal, önképeddel, vágyaddal, haragoddal, kapcsisággal, tele van. Az nem alkalmas erre. Azt kell megpucolni. Azért kell gyakorolni. Tehát önképváltozás nélkül nincs a hitrendszerben változás. Ez biztos. Ha mi, ha mi magunk nem változunk, nem változik meg a másik emberről alkotott képünk sem, és a viszonyaink sem. Mindenki ebben a teremben már élt eleget ahhoz, hogy a tipikus kapcsolatokban elkövetett hibáira rálássan. Meddig ismételted ezeket a hibákat? Mikor tudtál valójában megszabadulni tőlük? És rengeteg sztori Rengeteg élettörténet kirajzolódhat a kérdés mentén, de egy közös pont biztos van. Amikor megmertem változni belül, akkor változott a kapcsolati intelligenciám is. Akkor ismertem föl, hogy a társam mit jelent nekem. Akkor ismertem föl, hogy korábban miért követtem el ezt a hibát. Nincs lényegesen új a nap alatt, csak az az újdonság, hogy a lényeg elérése előtt nincs megoldás el kell jutni idáig a nem énig ahhoz, hogy az énedben bármilyen változást előidéz. Különben valami azonosulás mindig ott lesz. Valamilyen berögződöttség, fix önkép, abszolút értékűnek gondolt érzelem vagy gondolat ott lesz. És az lesz a hiba, amiben a legjobb vagy, ahol én nekem igazam van, ahol a másiknak követnie kell engem. Mindig ott a hiba. Mert az letakarja a tükröt, és pillanatok alatt a saját énségünkben elveszünk. Éppen ezért minden az ilyen énségből fakadó gondolat és érzelem félre fog vinni. Ezért kell látni, és nem gondolkodni. És ezért kell nem csak pusztán érezni, hanem tapasztalni azt, ami érez, és aki ő a másik oldalon. Folyamatosan. És akkor esélyes, hogy nem követjük el ugyanazt a hibát az emberi öncsalásnak a képessége az végtelen. Tehát olyan módon meg tudjuk magyarázni magunknak, hogy miért voltunk jogosultak ismét erre, hogy miért kellett azt nekünk elkövetni, és miért lett megint igazunk, és a másik miért alávaló. Na ezt kell megszüntetni, és akkor van esélyünk a normális életre, párkapcsolatra, családi életre és csoportos kapcsolódásra. Sziasztok, köszönjük, hogy itt lehetünk az lenne a nagy kérdésem igazából, hogyha az embernek a túlérzékenysége túl van húzva, mint a pótméter, igazából, hogy effektív, túli túlérzékeny valaki, hogy megvan benne az együttérzés, az átérzés, csak hogy ne vegye át az illetőnek, vagy egy csoportnak, vagy bárkinek az érzéseit, a térét. A zenben az együttérzés mellé az erő is párosul. Tehát bírt ki az érzékelésedet. Ezért szoktuk mondani, a tükörben nincs semmilyen szilárd létező, ami el tudna törni. Tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Együtt képzeld el a kettőt. Ez a tükör, ez nem üveg meg foncsor, az összetörik. De a térszerű és tükörszerűen való az nem törik össze. Nincs benne semmi, ami összetörhetne. Ha ezt eléred, akkor az erőd is meg lesz ahhoz, ezért van tantien praxis, hogy a felső csakrák és érzékszervek szuperérzékeny felfogását ezt kibírd. Tehát nem pusztán az érzékszervhez kötött élettel van a probléma, hanem azzal van a probléma, hogy nem bírjuk ki az érzékelést. Nem bírjuk ki magunk és mások gondolatát. Honnan tudod, hogy állandóan reagálunk rá? Állandóan gondolatot, gondolattal igyekszünk csitítani, módosítani, érzelmeket újabb érzelmekkel föl vagy lehangolni. Nem tudunk megmaradni a primér valóságban, nem szoktunk hozzá. Nem vagyunk elég erősek hozzá. És a téren minden átmegy, az én felületén viszont megtapad. Az én felülete és rétege összetörhető, az önvalód nem törhető össze. És az zenben, amikor ezt a tantien praxist gyakoroljuk, akkor a differenciálatlan energia, és a nem dualisztikus tudat egyszerre van meg. Tehát információ és energia egyszerre van az egység állapotában. És ez adja meg az állóképességet, hogy kibírd az érzékelést. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Nekem az lenne a kérdésem, hogy mik az érzelmek valódi szerepe az életünkbe, és hogyan kezeljük őket? Mert ahogy az előbb, pont az előző kérdés is hasonló, az se jó, hogyha túlérzékenyek vagyunk, de az sem, hogyha érzelemmentesen éljük az életünket és a többiekkel való viszonyunkat. Hogyan tudjuk ezt valahogy a két partvonal között tartani, és, és mi a szerepe egyáltalán az érzelmeknek az életben? Van pár kapcsolatod? Jelenleg nincs. Azt fogja megtanítani neked. Öh. Nem sikerült az eddigiekben. Akkor ezért már nincs. tanított valamit. Igen. Miért nem sikerült? Keresemre a választ. Még nem eléggé. Hogy, hogy valójában mi történt, azt kövesd le belül. A kérdésed a nyugati kultúrához méltóan absztrakt rendszeralkotó, modellkészítő. Uh -huh. Azért, hogy ebből a modellből később levezesse az újabb valóságot. Hát először. De már is nem te is álltam. látod, hogy erre alkalmatlan az intellektus. Igen. Tehát először is a tisztállátás hiánya másrészt, én nem tudtam meghúzni a határokat. Akkor most mi a baj az érzelmekkel? Hát az, hogy, hogy, semmi. Va, hogy vannak. Oh. Ha vannak hiba, ha nincsenek, még nagyobb Igen, hiba. Igen, ezt mondom. Na ezt, hát akkor. Ez, ez a problémám, hogy a, a középutat nem tudom. Látod-e az út bal szélét? Nem mindig. Látod-e az út jobb szélét? Az sem mindig, ezért nem merek elindulni. Ezért kell a szélsőségeket bátran belül megtapasztalni, hogy mi az, amikor szélsőségesen nincsenek érzelmek, vagy pedig szélsőségesen annyi van, uh -huh. hogy már itten Dunát, meg Tiszát lehet velük rekeszteni. Na, a kettő közt van a középút. Ezt úgy tudod gyakorolni, hogy amikor szükség van rájuk, akkor vannak, amikor nincs rájuk szükség, akkor nincsenek hogyha a jelenségek beleértve az érzelmek természetével tisztában vagy, akkor látod a teremtettségüket, a teremthetőségüket, és előbb-utóbb úrnője leszel ennek a teremtésnek is. Itt minden hölgy ebben a szobában tudja, hogy az anyaság nem külső ismertető jegyek kérdése. Van egy olyan energia a nőkben, amely egyszerűen anyává teszi őket. Ha ez megvan benned, olyan érzelmeket generálsz, és olyan jelenlétet, és olyan tartást, és olyan megjelenést, ami pont ezt fogja szolgálni. Tehát ne az érzelmek természetéről kérdezz csupán, hanem az, hogy benned a nő hogyan működik, benned az anya, a feleség hogyan működik. És ha működik, akkor úgy megjelennek az érzelmek, hogy ott hiba nem lesz. Csak győzd uralni őket. Egyszer azt mondtad, hogy elvesztegetett idő nincsen, csak nem láttuk meg a megfelelő helyzetet a napunkban, amikor azt gyakorlásra tudtuk volna fordítani. Tehát röviden fejezett be a kérdést, elvesztegetett idő nincs, csak el nem végzett gyakorlat. Igen. Folytasd. És eszembe jutott, hogy mikor sportolok, akkor az egy meditatív kilométerek, kerékpározásról van szó, de tulajdonképpen elvesztegetett két óra, hiszen ugyanúgy a gondolatok tömkelege cikázik a fejemben, és hogyan lehetne ezt praktikussá tenni ezt az időt, és mondjuk van-e valami tanácsod, amivel... Mit sportolsz? Országúti kerékpár. Hát ott aztán túl sokat nem lehet gondolkodni. Ott tekerni kell, sebességet váltani, többi kerékpározóval együtt menni, teherautó ne sodorjon le, ezeket mind-mind a helyzetben észre kell venni ha pedig te gondolkodsz kerékpározás közben, akkor előbb-utóbb abból galiba van. Várjára akkor javítom, tehát ez egy Debrecenttől egy ilyen nyugodt, 25 km 30 kilométeres terület, nincs sok forgalom, nem olyan sok mindenre kell figyelni, tehát abszolút megengedi azt, hogy jönnek, és igenis jönnek a gondolatok, tehát balesetmentesen tudnék egyébként mantrázni vagy vagy bármit tenni. Az ég szerelmére ne! Amikor kerékpározol, csak kerékpározzál. Figyeld a mozgást, figyeld a légzést, figyeld a hangot, figyeld a teret. Az alapvető közlekedés biztonságra összpontosítottam, amikor az előző választ adtam, hogy nehogy bajba kerülj. De amikor arról van szó, hogy bármilyen mozgásból, bármilyen tudattárgyból te meditatív tapasztalatot gyárts, hát ez elsődleges, hogy csak arra fókuszálsz, amit most éppen csinálsz. És kész. Ez ennyire egyszerű. És a gondolatok azok egy idő után majd a mozgást fogják szolgálni, magyarul elmennek, és nem is jönnek vissza. Tehát te ne intellektuálisan futtasd a kerékpárt, hanem izomból. Hát úgy is futtatom, de közben megy a program. Majd leszoksz róla. Jó, köszönöm. Még többet kell kerékpározni, vagy ha van időd leborulni és mantrázni valahogy az elmét az uralmunk alá kell hajtani, hát még a tíz bika képnek az első három darabjában tartasz, amikor még a harmadikon ez a húzavona van, úgyhogy húzad vonjad. Megtekerem. Helyes. Köszönöm. Egyéb kérdés? Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, meg a tanításaidat. Nekem most ez egy ilyen nagyon új helyzet, úgyhogy még gyakorolgatom, megtanulgatom ezt a jelenlétet. A kérdésem alapvetően az, és nem tudom, hogy holnap hogy kelek fel, ezzel az érzéssel, hogy milyen hatása volt a itteni jelenlétnek. Viszont az a kérdésem, hogy hogyan tudnék én itt segíteni, hogyha az életem is úgy engedi, és úgy próbálom majd alakítani, és hogyha holnap úgy kelek fel, hogy még lesz bátorságom idejönni, hogyan lehet itt részt venni akár a kertművelésbe, vagy bármiben. Először magadon segíts azzal, hogy többet gyakorolsz, uh -huh. és erre a templom egy nagyszerű terep, egy jó lehetőség. És hogyha szeretné gyakorolni, akkor a templomban a szolgálat részeként munka is van. És nagyon örülök, hogy a főkertészünk az már kezébe veszi a dolgokat. Bőven van munka a frissen szántott földön. Úgyhogy légy üdvözölve! Többször fölmerült itt a kérdések során a határ, meg a határok, meg ilyesmi. Azt szeretném kérdezni, hogy a tiszta tükörszerű tudatnak vannak-e határai? Ha szeretnél, akkor lesznek. Nem szeretném. Akkor itt a határ, hogy nem szeretnéd. Okay. Ha van dualitás, azon határok vannak, ha nincs dualitás, nincsenek határok. De ebben a létben pontosan látnunk kell, hogy hol feltételhez kötött, és hol nem kötött feltételhez, mert ez dönti el. Ha nem tapasztalnánk a határtalanságot, akkor nem tudnánk a saját börtönszerű érzésünktől megszabadulni. Hát valahol tapasztalni kell azt legmagasabb szinten, ami nem tér, nem idő, nem keletkezik, nem múlik el, nem érzékszervi, nem duális, tehát nincsenek határai. Enélkül nem lesz egész az életünk. De utána muszáj határokat szabni, az, hogy tovább tudjunk élni, és a határtalanság a megnevezhetetlen nem kettősség tapasztalatát helyesen tudjuk használni. Két hasonlatot fogok mondani. Az egyik a motor. Ugyanis az üzemanyag az határtalan és elképesztő energia ahhoz képest, amit a motor képvisel az összes alkatrészével és a hajtáslánccal és a vázzal és az egyéb berendezésekkel együtt. Tehát kell ez a határtalannak tűnő az autóhoz, a járműhöz képest végtelen üzemanyag, hogy az menjen előre. Nem a motor hajtja előre a járművet. Az üzemanyag elégetéséből keletkezik az, az energia, amelyet a motor hajtássá változtat. Tehát nézd meg, a második hasonlatom mondjuk egy emberi kapcsolat, nevezzük mondjuk szerelmi viszonynak, ahol van egy mágikus pillanat, amikor begyullad az üzemanyag, és elkezd izzani, égni, robbanni, attól függ, hogy milyen az összehúzás, milyen a kémia. Ha azt nem teszed bele egy normális feltételhez kötött életbe, akkor nem lesz közös jármű, amivel a jövőbe együtt belemennénk. És a feltételhez kötött, és a feltétel nélküli együttműködéséből alakul ki ez. Tehát meg kell tapasztalnunk azt a fajta szellemi, szerelmi vagy egyéb ősrobbanást, ami ezt a határtalanságot, a végtelent adja, amikor az egy meg egy egyenlő végtelen. És aztán ezt bele kell tenni a végesbe. Az üzemanyagot bele kell tenni a motorba. A megnevezhetetlen, fantasztikus érzelmet át kell változtatni cselekvésre, beszédre, hétköznapi, mindennapi életre. És ettől a paradoxontól megy előre az egész. Ez lehet az igazi együttérzés alapja? Igen. Köszönöm. Szívesen. Kettő kérdésem van. Az egyik kérdésem az, hogy. Mitől nincs kérdésem, amikor így kérdezni lehet, hanem... Tehát mi ez a jelenség, hogy... Ezt úgy hívják, hogy nirvána, a következő Igen, köszönöm. kérdés. <laughs> szóval, hogy mikor megfogalmaznék egy kérdést, így valaki fölteszi, jön a válasz. Hogy ez, ez az miért... együttérzés okay. további manifestációja, következő. Köszönöm. köszönöm. Honnan tudom, hogy helyes az irányvétel? Honnan ismerem fel? Hogy boldog vagy. Köszönöm szépen. Szívesen ha úgyis nálam van, és annyira kíváncsi vagyok, hogy mit jelképez a ez a, vagy hát a, a ruházatod, mert nagyon kíváncsi vagyok már régóta. És... Ez a ruházatom a határokat jelképezi. <laughs> de hogy, hogy nagyon érdekes, hogy, hogy, a, hogy, a, hogy a, ott, ott van az a jelkép rajta, és ahogy az egyik kéz így el van takarva. Szerettem volna utána olvasni, de hogy sokkal személyesebb, ha megkérdezem. És az biztos. <laughs> elnézést kérek, akkor bocsánat. Nem követtél el hibát, ne elnézést, de emellett jól mulatunk. tehát ez. <laughs> Jó, lesz. akkor ezt elengedtem ezt a kérdést, azt hiszem. Legyen egy kis önbizalmad. Maradjál benne a helyzetben. Elindítottad, csináld végig. Jó. Szóval, Tehát hogy... Ez is? a ruha Igen. az összes fótjával együtt, ez azért szürke, mert taoista import. Maga a fazon ilyen gyönyörű konfuciánus szertartásos öltözék, azért van ilyen hatalmas anyagfelesleg itt a manzsett a környéken, mert azt akarják, hogyha egy így összeteszed, és így ilyen habcsangban vagy, most a másikat nem húzom elő, így ha egy bezárod habcsanggal, akkor így szépen így csüng lefelé egészen néha így, comb középig, és van egy ilyen gyönyörű, ilyen lepel. És nézd, nézd meg. Ez. Ez ilyen méltóság teljes. A szürke azért szürke, mert a taoisták ugye a felhők és a hegyek. A hegy az a tudat, és a felhő a karma. És mi, mint emberek, is felhők vagyunk a Budha hegyek körül. A kasának többféle színe lehet, egóban ez piros, és van rajta két ilyen kerek, ilyen kis hímzés rajta a hátulján. Ebből a pirosból, ami az érzelmek színe, ami a tűznek a színe. Egy csomó minden következik, ezt szerintem nem kell elmagyaráznom. A két matrica nagyon érdekes, az egyiken van egy nyuszi, a másikon van egy madár. Bizonyám. Erről se sokat beszélnem, szerintem. Rögtön a sok kíváncsi. Hát elmondom, hogy megkérdeztem. A rendfőnök, ugye, Jongmessonim, amikor a kasát megkaptam, én rögtön megkérdeztem, hogy hát akkor mit mondjak erről a két matricáról? Hát a könnyebben kezdem, a madár az a transzcendens bölcsességnek a szimbóluma, mert ugye madártávlatból megnézed, és utána idézem, a nyúl pedig a szorgalmat, a tanítványok szorgalmát jellemzi és jelképezi. Több szimbólum ma már nincs. Egyéb Köszönöm. kérdés? Én ugye októberben jártam itt először a templomban, és akkor a surangam a mantra hatása az egy ilyen nagy síró inger volt, ezt utána veled meg is beszéltük. Szívcsakra körüli, mindjárt szétszakadok, de pozitív volt maga az érzés megbeszéltem egyik másik gyakorlatásammal, ez, ez, így tényleg öröm volt, hogy, hogy már ilyen hatással van rám a mantra. Ádámnak hála, minden nap szinte otthon a virtuális gyakorlatot is csinálom, és ennek van egy olyan hatása, egy olyan jelenség, hogy az indulatkezelés teljesen megváltozott otthon. Én gyakorlatilag nem török már ki, tartom a tantyámba a csít, párom viszont igen, főleg, hogy egy egzisztenciális válságos helyzetbe került ő most. És a gyerekeken azt látom, kétféle minta van. És a Lili, a nagyobbik, a nyolc éves oda, őt egyik nap hozzám, és azt mondta, anya, ha nincs kedvem a szünetbe a suliba kimenni, leülök az ablakpárkányra, és zen meditálok. És akkor elkezdte azt énekelni, hogy vagy nem énekelni, azt a két szót mondta, hogy az ürességforma, forma, mert ugye hallja este, mikor a virtuálisan a másik szobában éneklek, és utána elmondta a GT gáté GT-90%-ban helyesen. És az a kérdésem. Teljesen cukorgombóc, hát most meg vagyok. Az a kérdésem, az kérdésem hogy tudok-e tenni valamit így tudatosan annak érdekében, hogy az indulatot a gyerekeim jobban kezék, és ne apuk a mintájára, hogy már esetleg egy picit bevezettem őket, csak hogy leülünk, megnyugszunk. Nem, mantra együtt. Tehát ha ennyire fogékony, akkor énekelni kell együtt. Uh -huh. És kész? Semmi több. Mozertamból a kis intellektusa persze, hogy felfogna egy pár dolgot, de hát nekem azért 5 évestől 75 évesig nagyon sokféle tanítványom van. Nem fog megülni rendesen, ne az ülőmeditációt meditációt tanítsd neki, hanem úgy, hogy akár kézen fogva, akár járva, akármilyen normális hétköznapi cselekedet közepette, énekeljen, együtt énekeljen. Ez lesz egy elképesztő mentális gyarapodás a transzcendens minőségeket a mantrák nagyon jól hozzák. És tessék esti meseként elmondani, hogy a mantrák mit jelentenek, és tudni fogja. És a gyönyörű kis lelke regisztrálja belül, és kapcsolja a gátégátét a szenvedéstől való megszabaduláshoz, kapcsolja a konszembószát az együttérzéshez. Hát amikor a surangamát énekled, azt mondta ugye az egyik nagyon számomra kedves templom apátya, Jan apátja, apátya, az ő műve az a fekete alapon arany szívszutra, Pop Amikor meghallotta, hogy surangamát recitálunk minden nap, nagyon örült, és azt mondja, ó, az összes istenség és butha és bóthiszatva táncra perdül. A gyerek érzi. Neki nem kell elmondani. Jó, ha elmondod, mert akkor az intellektusen keresztül is szépen fogalmakba lerakja. De ő érzi. Ez a fantasztikus, mert még nincs az én kéreg olyan vastagon lezárva. És innentől kezdve tanítsd neki a mantrát, akkora kincs lesz. Életem, valami bajod van? Énekelj. És kész. És meg fog szűnni. Ha ez elég mélyen, elég korán bemegy, olyan konfliktus kezelése lesz pár év múlva, hogy mindenki a környezetében lesik a székre. Te hogy tudsz ilyen békés, boldog és nyugodt maradni? Ja, hát anyuval elmondjuk a mantrákat minden nap. És az olyan jó esik. Neked is lehet. Szeretnéd? De ez, ez, ez egy fantasztikó. Jó? Köszönöm, Zúnyim. szívesen. Én erre az előző kérdésre szeretnék visszacsatolni, hogy a gyerekek és a zen a mantra praxis, hogy ez mennyire jó, mennyire nem. Ugye most ugye azt mondtad, hogy ez jó, hogy segíteni fogja. Viszont. Uh... A szülőket azért ne felejtsük ki az egyenletben. <coughs> Kellő szülői hozzáállás, magatartás és tanítás esetén helyes. De a szülőt itt nem lehet kivenni a mantra és a gyerek közül. Nem lehet. Na, így fel a kérdést. Jó. Felnőttek esetében az egy gyakorlata felhozhat, nem feltétlenül kell, de felhozhat olyan karmákat, amiket nehéz kezelni. Ehhez egy felnőtt tudat kell, hogy ezt túl lehessen élni. És mi van a gyerek esetében, hogyha nála jönnek fel ilyen karmák? nem aktív a karmának az a rétege. Tehát nem tudja a fejlődését hirtelen átugrani, és nyolc évesen a mantra által egy 16-18 éveseknek való ugye belső karmikus állapotot megtapasztalni, az le van zárva. És korábbi inkarnációból feljövő? Az akkor a mantra nélkül is ott van. Tehát nem tud olyat produkálni a pszichéje, le van védve a saját ugye, időzítése által még nem kapta meg azt a stimulust a környezettől, hogy ezek aktiválódjanak. Tehát a mantra ilyen szinten csak azzal foglalkozik, ami a gyerekben már aktív. Nem megy át azokon a rétegeken, amit nem. És mi van az üléssel? Az ülés az unalmas. Ezért nem kell a gyereket tanítani erre, hogyha a szülő ül, és általában elképesztően jó a kapcsolat a szülő és a gyerek között, nagyon szoros. A szülő ül, legyen résen nyitva az ajtó, a gyerek előbb-utóbb kíván, anyuka hol van? És így bejön, és így néz. Elmondták, tehát gyakorló anyukák mondták el, és a gyerek előbb-utóbb megszokja, hogy ettől eddig anyuci ül, odajön, és beül az ölébe. De oda fekszik mellé, csak kis feje ott van a, a szülésben, érted? És ez fantasztikus. Na, ez kell. Tehát a darma és az intimitás együtt. Ez a legfontosabb tapasztalat, amit a gyereknek átadhatsz. És amikor felnőtt és cseperedik, az intimitás fok változik, de a darma nem. Ez nagyon fontos. És hogyha a gyerek azt szokja meg, hogy a meditáció az egy szeretett kapcsolat, az a nyeresség. És akkor utána saját maga fog ülni pár év múlva, mint a kis angyal 40-50 perceket. És a leborulással is ugyanez? Az később. Az De olyan. Lehet, lehet, csak a szülő miatt csinálja, azért mert anyuka leborul az oltár előtt, akkor a gyerek is leborul az oltár előtt. Kisfiam, kislányom, csináljuk, mert jól esik. És kész. Nem kell magyarázni. Felső bén, meg reprezentáció, meg mit tudom én, mi? hát hagyjuk már. Ez egyelőre jól esik, ez egy jó játék. És hány éves kortól ö, jöhetnek fel karmák? Ugye mondtad, hogy egy darabig ez... Hát van. majd meglátjuk. Általában. Nincs általában. Egyéb kérdés. Minden tiszteletem azokért, akik 90 napot itt elvonultak, de én először vagyok itt, és az ennek kérdésem, hogy ha hazatérek, akkor hogy gyakoroljak? Reggelente javaslom. És leborulás, éneklés, ülés és munka. Tehát a munkát is pontosan olyan mentalitással végezni, mint a meditáció formális darabjait tiszta tudat, rendes ház. A formát meg lehet tanulni. Ez akkor működik jól, hogyha belül a te spirituális hierarchiád rendben van. Tehát mondjuk a megvilágosodott tudat van a totemoszlop tetején. Intim és el módon az együttérzéssel, a bölcsességgel és az önzetlen segítséggel. Az összes többi minőség ezt szolgálja. Ha ez Helyes, akkor a hitrendszer is helyes. Csak tapasztalati alapon, de ki lehet munkálni. Hogyha a hitrendszer megvan, akkor az értékrend is megvan. Ha az értékrend megvan, az életrend is megvan. Fordítva, ha valahol nincs életrend, mert káosz van, rendezetlenség van, működésképtelenség van, magány van, ellenségesség van, nincs életrend. Miért? Mert nincs értékrend. Ha nincs értékrend, az azt mutatja, hogy a lélekben belül nincs a hitrendszer megfelelő állapotban. Magyarul nem tapasztalta azt, amit kellene ahhoz, hogy a spirituális hierarchia rendeződjön, hogy a megfelelő minőségek a csúcson legyenek. Tehát ezért kell gyakorolni, hogy legyen megfelelő hitrendszer, megfelelő értékrend és ebből megfelelő életrend. Itt a térkép. Köszönöm. Szívesen. Nekem a gyerek témához lenne egy kérdésem. Ha Most nekünk is. A, a nyugati, nyugati világban, amit elmondtunk, ez szép és jó, de ugye az életi világban azért kolostorba bekerülnek 6-7 év, akár 8 évesen bekerülnek egy ilyen sőt, szerzetes korábban. Ide, Sőt, korábban. Ők, és ugye mondtad, hogy nekik le van zárva a karmikus dolgaik, akkor náluk ez előbb jön, vagy? vagy... Előbb jön, és rosszul jön ki, sajnos. Ezért van az, hogy néha, amikor kicsit tínik lesznek, amikor még ugye a hormonok is mond, bezavarnak, hogy, hogy akkor letérnek a szerzetesi útról. Addig tehát... sem voltak szerzetesek, csak, csak szerzetesek közt nevelkedtek, mint gyerekek. Hiába voltak annak költöztetve. Tehát ez nem egy önkéntes és felnőtt elhatározás, ahogy a szerzetességnek lenni kell. Összecserélték historikusan a kolostorokat nagyon sok mindennel, többek közt az árvaházzal, aztán a szociális foglalkoztatóval, aztán még egyéb ilyen intézményekkel, ez a társadalmi szerepek rávetülése a templomra, holott eredetileg a templomokat arra találták ki, hogy az legyen a megvilágosodás helye, ahol az élet és halál nagy munkáját el lehet végezni. Pont. Na most azért úgy hozta a sors, hogyha mondjuk van egy nagyon-nagyon komoly támogató, és ott van a családban egy árva gyerek, akkor a templom nem fogja visszautasítani, és azt mondja, hogy hát akkor megpróbálunk segíteni ennek a gyereknek. Ezzel több probléma van. Egy, a gyereknek nincs egy darab anyja vagy apja, mert ugye annak hiánya generálta a templomi tagságát, illetve jelenlétét. De a gyerek itt nagyon-nagyon sok-sok szék közül esik a pad alá, és én láttam ilyet saját szememmel, kis 6-7 éves kóriai gyerek, szerzetesi ruhában, ahogy te is mondtad, és bűnrossz volt, és minden meg volt neki engedve, és annyit evet, volt és aludta, amennyit akart. Tehát ez a túlságosan sok szabadság, mert nincs egy szülő, aki a határokat megmondja, és a másik szülő, amely ugyanazokat a határokat mondja. Tehát a yin és a Yang oldalról, apai és anyai oldalról ugyanazt a normarendszert kapja, anyától anyai módon, apától apai módon. De ha nincs meg ez a norma rendszer, akkor a gyerek nem tud fejlődni rendesen. Úgyhogy a templom nem árvaház. Az ott nevelkedő kisgyermekek nem szerzetesek. Amikor jönnek a problémák, azok nagy, problémák, és akkor vagy kimennek a templomból, vagy nagykorúságuk idején leülnek, és akkor eldönthetik, hogy szerzetesek lesznek e vagy sem. Tehát ez egy nagyon kemény sors. Egyéb kérdés? Azt szeretném megkérdezni, hogy a, a szellemi fejlődést, az elvégzett gyakorlatokat meg tudja-e támogatni, vagy hátráltatja-e az étkezés miensége, és itt gondolok elsősorban a, az állati fehérjéken való élés, vagy attól való, arról való lemondásra. Én itt nyilván mindannyian természetesen nem fogyasztunk állatérödetű, dolgokat, és nem is éreztem hiányát. És ö, volt egy öt nap, amit ö, két elvonulás között, ugye ez az első és a második, amit átélhettem, töltöttem otthon, ö, és megmondom őszintén, hogy nem jött az igény arra, hogy, ö, hogy húst fogyasszak, vagy legalábbis ö, egyre inkább lecsökkent, és úgy érzem, hogy, ö, hogy talán el is tudnám hagyni érdemes az embernek, ez belülről jön. Mit tudsz erről mondani? Segíthet? Amikor éhes vagy te, szed meg az ételt, vagy az étel leszik meg téged? Én fogyasztom el az ételt. Akkor van választási lehetőséged. Válaszd azt, amely kevesebb ártás a környezetnek, és kevesebb akadály így magadnak. És ez itt véget ér. Miért? Fantasztikusan nagy formátumú, magas szintű eléréssel rendelkező szerzetesek ettek húst, mert nem volt más például Tibetben, és elképesztően tiszta, fizikumú, vegetáriánus emberek voltak fasizták, és vettek részt a haláltáborok létrehozásában és üzemeltetésében. A tudat az első, a lélek az első. És ezen belül egyél úgy, hogy ne az étel fogyasszon el téged, és ne árts azt szeretném kérdezni, hogy jó ideje, és nem csak az Ádám követése óta, időnként napközben, hosszú időkön át, amikor nem gyakorlást csinálok, csak úgy jön két-három szó, amit nem is ismerek, és akkor azt úgy mondogatnom kell. És akkor... Ez a szentséges tapadás, és ez nagyon jó. <laughs> Azért, mert a lélek ugye megfogja azt a minőséget, amire tényleg szüksége van, és elkezdi ismételni, mondogatni. Én a mantrák többségét csak évekkel a gyakorlat kezdete után ismertem meg fordításban. Nekem az úgy volt jó, ahogy volt. Elhangzott, megrezdített valamit, finom volt, és így ízlelgettem, és nem értettem. Nagyon örülök, hogy a gyakorlat ennyire népszerű, és hogy a mantrák ilyen jó lelki tartalmakat tudnak közvetíteni, ez mutatja, hogy a lélek képes az öntisztulásra, ahogy a test képes az öngyógyításra. Hol van a határ? A hitrendszeredben és a karmádban van a határ. De határok mindig vannak. Tiszta tudat, rendes ház. Látom, tetszik. Rendszeres ember vagy, én már ismerlek, Anti, mondjad. <laughs> Nem lesz ott hiba. A <laughs> mester is mondta, hogy ha a tudatodat rendben tartod, akkor a környezetedben is rendet tudsz tartani. Igen. De mi van akkor, hogyha valaki a környezetében rendet tart, de a tudata az, az nem. Ezt úgy hívják, hogy hamar borul. Hamar borul. Ez nagyon nagy ellentét, és nem fogja tudni ezt a feszültséget sokáig vinni. Visszafelese, hogy belül már olyan rend van, ő már úgy tudja, hogy mit akar, de kívül még káosz, és még iránytalanság, rendetlenség. Azt se lehet sokáig bírni. El Előbb-utóbb ennek a feszültségnek ki kell egyenlítődnie. Ki is fog. Jobb, ha nyitjuk a szelepet, és nem robban a tartály. Hát a testnevelő tanár inkább így mondom, mert torna kezdtem, de az sértő. Ö, idősebbek lesznek, akkor nem úgy tartják már be a gyakorlatokat. Vezényelnek, nézik, és így tovább. Az idős név vagy a tájcsi mestereknél is lehet látni, hogy hát ugye el vannak, ugye elmondják, nem tudom én mi de annak belül ott kell azért lenni, ugye? Mert a tornatanárnál nem biztos. Nekem nagyon jó tornatanáraim voltak. Szerintem <laughs> ő bennük is megvolt a gyakorlat, főleg amikor a nulladik óra volt a testnevelés, mm -hmm. és így ámosan, fáradtan, begyógyult szemekkel Rigó Imre bejön az általános iskolába, és békaügetés volt rögtön meg különböző ilyen gimnasztikák, az belül is ott volt. Te, az biztos, tehát még a fiatal szerzetesség se tanítanak néha meditációt, nem hogy az idősek. Uh -huh. Nem mindegyik teszi meg. Tehát ahhoz egy olyan elhivatottság kell, hogy bóthiszatva út, és akkor te, ha fiatal vagy, ha idős vagy, tanítasz azokat, akik nyitottak rá, akik érdeklődnek. De az idősebbek mondjuk egy régebbi spirituális hierarhiában vagy konfuciánus társadalomban Igen. már nem azért nem tanítottak, mert nem akartak, hanem azért, mert nem az volt a dolguk. Azt átadták már a fiatalabbaknak. Uh -huh. Akkor van gond, hogyha a tanítási módszer elvész, mert a tanítványi lánc megszakad, de nem mindig a mester tanítja az összes instrukciót, hogy ezt nyugaton szokták mondani, a professzor már nem operál. De És ez hogy rendben a... van, mert operált eleget. És a fiatal sebészek pedig megtanulták a művészetet, ők operálnak, a professzor meg könyvet ír és konferenciákra jár. Tehát ez egy nagyon fontos megkülönböztetés, de hogyha nem volt meg fiatal korában a gyakorlás, a tanítás és így a letisztulást tapasztalása, akkor belül bűntudat van, hogy valamit nem végzett el, valami kimaradt, valamilyen kört nem futott meg. És én láttam olyan szerzetest Sillükszában, egy koreai templomban, amely egy ilyen kirakadt templom volt, nagyon régi királyi család gyakorolt Sillükszában, és ilyen elképesztően gazdagok lettek, rá is ültek az eredményre, és a zenterem elveszett, ilyen hatalmas nagy ilyen porcelán falu lett környékén, és találkoztunk ott egy szerzetessel, aki azért került oda, mert hát ő se nagyon gyakorolt, de jó szerzetes volt, és így kiérdemelt, hogy ott legyen. És sose felejtem el, ez a Kóriában töltött első két évenben történt, elmentünk, meglátogattuk, körülnéztünk a porcelánpiacon, és beszélgettünk ezzel a nagyon tisztarcult, nagyon letisztul, de már azért 50 fölött lévő szerzetessel, és egy amerikai megkérdezte, ha van valami, amit az életében bán, akkor az micsoda? És habozás nélkül azt mondta, hogy azt bánom, hogy fiatalabb koromban nem gyakoroltam keményebben. Azt kívánom, hogy mindannyian használjuk ki az időt, ami rendelkezésünkre áll. Gyakoroljunk, mert ez az élet, az emberi élet ebben a testben elképesztően rövid. Ahhoz képest, hogy mi minden házi feladatunk van, mi mindent el akarunk érni, nagyon rövid az élet. Ahhoz képest, hogy mennyire felébredetten szeretnénk már élni, mit tettünk, mennyit gyakoroltunk, milyen minőségeket értünk el. Kívánom azt, hogy időről időre találkozzunk, gyakoroljuk együtt a darmát, érjük el a tiszta, együttérző, bölcs és odaforduló tudatot, és szabadítsunk meg minden lét a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet.